Folytassuk is tovább a raktáros elméletet a 17. tétellel. Határozza meg az ömlesztett áru fogalmát tárolási és anyagmozgatási szempontból lényeges jellemzőit. Ismertesse az ömlesztett áru tárolásának módjait. Mutassa be az ömlesztett áru ki- és betárolásához szükséges anyagmozgató eszközöket. Kújtszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk ezzel a tétellel kapcsolatban. Az ömlesztett áru fogalma és jellemző tulajdonságai. Az ömlesztett áruk tárolásának módjai eszközei. Ömlesztett áruk anyagmozgató eszközei, szakaszos és folyamatos működésű gépek. Ömlesztett anyagok Azok a különböző szemcsenadságú, de egynemű anyagok, amelyeket nagyobb tömegben rendezetlenül és csomagolatlanul mozgatnak, szállítanak. Ide sorolhatók a homok, sóder, szén, műtrágya, cement, gabona. Az ömlesztett árutárolása a hombárokban, tartályokban, silokban, támfalasok tárokban és szabatéri tárolákban is lehet. Mivel az ömlesztett anyagok esetén nem lehetséges homogén anyagmozgatási tulajdonságokat meghatározni, a különböző anyagtípusokra vonatkozóan, ezért az ömlesztett anyagok tárolása jelentős mértékben függ az adott anyagfajta jellemzőitől, amelyet a következő tulajdonságok határoznak meg. Belső tulajdonság, belső surlódás, külső surlódás, rézűszög, Külső tulajdonságok, faj, súly, nedvességtartalom a szemcsék tulajdonságai, alakméret összetétel, porozitás paro és felület. A különböző külső és belső tulajdonságok együttese határozzák meg az adott ömlesztett anyagtávolás, illetve kiömlési tulajdonságait, amelyek két fő paraméterre definiálhatók. Az anyagban ébredő feszültségek, a fellépő nyomások Hagyományos, ömlesztett anyagtároló eszközök Ömlesztett formában történő tárolásnál hagyományosan a következő tárolási módszerek alkalmazhatók. Szabadtéri tárolásra és hombár félig zárt garmadás tárolás, zárt gormadás tárolás, zárt térben történő tárolás, zárt silóban történő tárolás. Szabadtéri tárolás során az ömlesztett anyagot közvetlenül egy megfelelően kialakított talajszinten elhelyezkedő síkfelületre öntik, ahol a külső és belső tulajdonsági által meghatározott rési megfelelő geometria alakot vesz föl. Vannak még a réshombárok. Réshombár esetén az ömlesztett anyag egy talajszinten elhelyez elhelyezkedő felülnyitott kádban kerül elhelyezésre. Van a félig zárt gormadás távolás, ugye? és a félig zárt gormadás távolásnál a távoló tér szintén egy megfelelően kirakott talajszintű síkfelület, ami felülről, illetve néhány oldalról lehatárolt. Ez van, és, illetve van a zárt garmadás távolás, és a zárt garmadás a megfelelően kilakott talajszintű szintű sík tárolóterület. Minden oldalról teljesen zárt. És van a nyitott hombár esetén a tárolás egy talajszint felett elhelyezett tartályba történik, ami felülről nyitott. Illetve van még a zárt silóban tárolás. Zárt silóban tárolásnál is egy talajszint felett elhelyezett tartályt használnak az ömlesztett anyagok tárolására, de a tartály minden oldalról zárt. Az anyagoknak a technológiai folyamatban juttatása a tárolóeszközhöz igazodó kitároló berendezés segítségével valósul meg, amelyek eszközei lehetnek. Villás a zsákolt anyagok esetén, traumatikus ürítés bunkereknél, vibrációs ürítés szintén bunkereknél, és a gravitációs ürítés a silóknál. Nézzük is meg a silóban történő tárolást. Az ömlesztett formában történő tárolási módok közül a zárt silóban történő tárolás az, amely a leginkább illeszthető a korszerű, magas szinten automatizált gyártási folyamatokhoz. Silóban történő tárolás során az ömlesztett anyagokat egy külső rakodóberendezés segítségével, például lehet ez pneumatikus rakodás, rakodógépes rakodás, által juttatják a silóba. Viszont a silók ürítése külső eszköz nélkül a kifolyó nyílásra épített elzáró szerkezettel valósítható meg. Az elzáró szerkezeteken keresztül egy mérő adagoló, egység jut. adagoló egységbe jut az anyag, amelyből a megfelelő szállító eszköz, pneumatikus szállítás szállító viszi azt a technológiai folyamatba. A legrégebbi ömlesztett anyagtávolási mód a talajszinten történő elhelyezés, amelynek legfőbb előnye, hogy nincs szükség költséges tárolórendszer megépítésére, csak egy megfelelő előkészített síkfelületet kell biztosítani a tároláshoz. Alkalmazása megkerülhetetlen egyes, a környezeti hatásokra érzéken anyagok, például szén, vasérc, homok nagy mennyiségű tárolása esetén. A minimális tárolási költségekkel szemben hátrányaként a nagy méretű bonyolult kiszolgáló berendezések, kotrógépek, speciális rakodók alkalmazása említhető. A talajszinten történő tárolás egy változata, amikor az ömlesztett anyag megovására egy zárt vagy félig nyitott csarnokot alkalmazunk. Tehát itt láthatjuk, hogy csarnokocskát helyezünk és ebbe helyezzük el a kis anyagocskánkat. Természetesen ebből következik, hogy ez a tárolási mód érzékenyebb anyagok tárolására is lehetőséget biztosít. Hátránya a csarnok építésének beruházási költsége és a korlátozott tárolási terület. A csarnok kialakítására számtalan változat létezik. A korszerűbb megoldások könnyű szerkezetes kupoló alakú építmények. Itt, itt, most láthatunk is a képen. És illetve van még a föld alatti ömlesztett anyagtárolás. A hagyományos talajszint alá sűlyeztett történő elhelyezés. Korszerű logisztikai folyamatokban speciális földalatti tároló tartályok folyamában vagy formájában él tovább legnagyobb alkalmazás előnye, hogy nem igényel felszíni felszín feletti tároló tárolóterületet, illetve objektumokat. A környezetvédelem, tájvédelem a természeti környezet megóvására igen jelentős tényezőket jelenik, jelenik meg a napjaink ipari folyamataiban. Egy másik tényező, amely indokolhatja az netárolási forma alkalmazását, a rendelkezésre álló szűkös felszín feletti tárolóterület. E megoldás hátrányaként a bonyolultabb töltő, illetve ürítő csatorna rendszer és a költséges mély, építé mély, épít mély építési munka említhető. Az ömlesztett áru anyagmozgató eszközei. Lehet ez morkoló darú, önjáró rakodó, mobil szállító szállag, vagy éppen felszedőgép is. És ezzel a 17. tételbe is fejeztük, úgyhogy további jó tanulást kívánok!